Pó Fesztivál második rendezésének első napján, és valószínűleg az utolsón is, mert egyelőre így nem gyenge felhangzata. Az időjárás miatt beszabadultak az emberek itt egy épületbe, elég nagy a hangzavar, elég kevés szokványra készítő, de Satoshi Ozawa is jelenleg a fesztiválra, már úgy tűnik, hogy ez nem annyira lett nagy vonzó erő. Igazából egy-két készítő van, aki felvonult. Sajnos az adottságok nem a legjobbak. És minden nap más-más helyszínen van az egész történet. Csomót kell autóval utazgatni. Az emberek valahol megszállnak, aztán 20 kilométert menni kell autóval. Egyik helyszínre, másnak tök máshol a másikra. Igazából nincs így egy helyen az egész. Nincs egy ilyen közösségkorvácsoló eleje, mivel nagyon szét van a Kuzba fesztivál helyszínre. Itt vannak Hans Rotterék. Igazából Hans is mondta, hogy valószínűleg két év múlva már ők sem jönnek. Itt Olaszországnak nagyon úgy fest, hogy a budriói fesztivál az bőven elég, viszont az legalább nagyon kellemes kis fesztivál, kellemes atmoszférával, mert az már egy jól bejáratott fesztivál. Most éppen fiatalok koncertesztek az előbb környékről. Épp most tanulkoztam Verával. Annyira nem túl izgalmas az a dolog. Igazából sok olyat nem mutatott fel, inkább csak kevesebbet, mint a két évvel ezelőtti. A budriaihoz képest pedig abszolút nagyon gyengus ez a kis fesztivál. Megpróbálták este még a koncertet megvárjuk. Azért Satoshi élőben hallani az remélhetőleg ez egy nagy élmény lesz, majd legalábbis erre számítok. Egyébként az emberek aranyosak, tehát ezzel semmi jól nincs. Csak így ez a szervezés, mivel ez egy pici falvak, itt Tárgyóvi Pó környékén. Minden szomszédos faluból van egy-egy támogató, mivel ezért cserébe le is kell hozni embereket, tehát egy-egy fesztivál helyszínként ezeket is fel kell mondani, de sajnos ez pont nem tesz jót a fesztivál. Úgyhogy egyelőre ennyi, aztán meglátjuk, hogy este milyen lesz a koncert.